Szeretettel köszöntök mindenkit ismételten itt egy jó kis sztárföldes este. Kezdjünk is szépen bele. Ha és amint az OBS is szeretném már végre valahára. Ez az. No, hol tartottunk tegnap? Ugye sikerült megszerezni a második darab artifaktot, és azt tudtuk meg, hogy nekünk most nagyon tovább kell mennünk a Neptunuszra. Úgyhogy menjünk is tovább. Érte meg egy fontos tanulsága volt a tegnapi napnak. Ugye, ezt meséltem, milyen jó dolog, hogy van már egy hajónk. Már egy másik hajónk. Csak nem lehet eladni. Mert hogy a regisztrációs adót is be kell fizetni. Feels like home. Na jó, mindegy. Nézzük is meg, hogy hova kéne mennünk most. A Neptunusz. Hogy ez így ennyi? Sziasztok, szép estét mindenkinek! Na, menjen tovább ma is a gameplay. És egy tök izgi dologgal akarom kezdeni most ezt az estét, ugyanis az a helyzet, hogy eltelt. Hanyadika van? Ötödike. Négy kereken négy nap, és már is kijött az első DLSS mód a Starfieldhez. És hát az helyzet, hogy én ezt most nem állottam beállítani szépen, hogy röviden pár szóban arról, hogy hogyan lehet ezt igazából használni, talán ez az, itt is vagyunk szépen. Tehát én most éppen a GameReef nevezetű oldalnak a leírását használtam. Egyébként több helyen le van ez írva, és igazából egészen pontos sztori, bitangegyszerű. Szolidan tisztelettel, ennyi. Letöltünk egy DLSS módot, ezt a Nexus módról lehet letölteni, nyilván regisztrálni kell magad, tök mindegy, és be kell másolni a Starfieldnek az alap telepítő elérési útjára. Aztán kell egy Tech Power-up-os, nem is egy Nexus-os dependency plugin. Aztán egy harmadik plugin is kell úgy szintén ezéről. Tehát ez az Upscaler Base plugin, ez amit másodszor ötöltetek le, végül a harmadik, az pedig a Tech Power Up-tól egy szem DLL file, amit be kell másolni a korábban kitömörített mappákba, még pedig ide, és a Starfield alapmappájába. Ha ezt megcsináltuk, akkor elindítjuk a játékot, és azt látjuk, hogy Starfield, igen. Ha megnyom a display-t, először engedélyezni kell azt, hogy az FSR2 az működjön. FSR2 fontos, tehát nem CAS. Úgyis ez a mod, amit most betettünk, ez gyakorlatilag annyit csinál összesen, hogy ez az FSR2-es renderelés, ez kicserül a DLSS-re. És ennyi. Úgyhogy ha ez megvan, és megnyomjuk az End gombot, az Endet, hát ez csodálatosan látszik, nem. Akkor itt a bal felső sarokban lehet látni, most ez egy ilyen nagyon-nagyon kicsi kis kis ablakocska, de ez azért van, mert 4K-ban vagyunk. Well. Oké. Okay. Szóval lényeg az, hogy megjelenik egy ilyen kis upscaler beállítás, és itt ki lehet választani a DLSS-sel megyünk, de elvileg még XSS-sel is mehet, tehát az meg az Inteleseknek okoz majd nagy örömet, és akkor kiválasztunk egy presetet, most én nem tudom, én nekem volt itt F is volt, nekem igazából A is, B is, tök mindegy. Enable. És köszönjük szépen. És hogy meglátjuk, mi történik. Én nekem ilyen hát ilyen 50 FPS teteje volt igazából a gameplay. Tudni kell, hogy én 5800X-el hajtok meg egy 4070 Ti-t. Tehát nem egy leges-leges lebizép, hanem azért ez ugyan jó erős középkategóriás konfig, és nekem igazából nem igazán volt meg nem Jamison gyerekek. És nem igazán volt meg nekem felült a szívemet, és nem igazán volt meg nekem a 60 FPS, hanem inkább ilyen 50 közepe, 50-60 között valami. Na most hát, ez most nagyon megváltozott, ugyanis most alapvetően a combosabb helyeken, ahol eddig 30-40 FPS-en volt, igazából ott van ilyen 45-50, és egyébként pedig máshol simán hozom a 60 FPS-t. Ha esetleg kimondottan szeretnétek, akkor bekapcsolatok egy FPS számoló layert, és akkor sokkal láthatjuk konkrétan. Na, nézzük a sztorit. Ugye nem kell bemutatnom nektek itt most, hát igen, ez nem is rossz. Hát itt most nem vagyunk meg azért 60 FPS. Ja, igen, streamelés nélkül mértem, persze.
Szóval ott tartottunk, én be fogom tenni az FPS layert, komolyan mondom, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ezt nem, meg kikapcsoljuk később, nem érdekes. Na nézzük, mennyi ez. Jó. 30. Na ne szívassál nekem. Ne szívassál engem, édes gyermekem. Jó. Visszamegyünk a menübe, mert azért ez... Ne, tehát, hogy... F-preset. Valamitől nem vagyok lokkolva 30-ra. Ezt egyben nem tudom, hogy mitől. Oh, wait. Itt most valamitől van 60-om, de oh, wait. Lehet, hogy ez nekem egy... Lehet, ez nekem egy OBS beállítás lesz. Jó, javítsuk ki gyorsan. Mhm, oké. Okay. Igen. Mhm. Ismét lokkolva 60 FPS-re. Ez nagyszerű, hát a 30 körül. I think that's far. You must be sure. What I am. Now you got past my... Grab something. Now. Hmm. Walking away from me? Hát igen, lokkolva vagyok egyelőre, úgy tűnik. Na jó, nézzük meg még egyszer akkor ezt a történetet. Ez itt nem kafa. Igen, az OBS viszont nem engedi a felvételt így. Úgyhogy kénytelen leszek egy kijelzőt rögzíteni. Igen. How nice it is. How nice, how nice. Egy 65-ös monitorom megy egyébként, agam-e hozzáteszem, tehát hogy 60 FPS fölé nem is igazán tudom majd menni. De azt azért nem rossz elérni. Jó, ne tévesztődjünk itt meg. Nézzük akkor a settingjeimet, jó, akkor most behúzzam magam megint a tegnapi izékre. Jó, és a contact shadow-t aztán még lehúztam lóra, talán, mert nem is emlékszem. A render resolution 80-ra. Értem. Uh-huh. Jó, most már értem, mi a probléma. Mert igazából az upscale-ezés az annyira nem is működik itt. Nézzük akkor el. Igen. Igen. Az előbb nekem egy ennél jóval baráti felbontásos skálázott föl ugyanis az a helyzet. És lehet, ennyi volt a probléma? Mindegy, menjünk most így. Aztán már megpróbálom debugolni, mi a probléma. Mindegy, hadd szóljon. Tehát, ott tartunk, hogy megszereztük az artifaktot, és most a show-t meg kéne győzni arról, hogy... Már megjelent üdő. Szia, Shaw. Samco személyesen. Shaw, kár érted.
I pay quite handsomely, I might add. Hát gyengék, akkor gyengék. Weird cave. Probably whatever's been keeping the ash to away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. One or the other. Pénzt vagy életet? Nem, már soha ne csináljuk ezt. Megpróbálunk rábeszélni, hogy ez jó lesz így. Let's hear it. Na nézzük. Huh. The Shaw Gang's name in print outside a wanted poster does sound nice. Okay, tehát magyarul. Nézzük ezt meg. Ugyanez a vonalon haladunk. I should cut my losses. Na? Sikerült. Fine. Tök jó. Get the hell out of here before I change my mind. Hozzáteszem, picit hülye hangzik ez. You're dead. Ó, se vagy te leszel az. This is your fault. You better lend us a hand. Oké. Segítsünk Shaw-nak. Minusz egy. Ez egy jó kis fegyó, azért ezt hozzáteszem. Ez a 30 akar FPS, ezeket majd nem tetszik. Sam, kelj fel nyugodtan. Beszéljünk Shaw-val, hát a kapu még érte egyébként pénzt is, mert why not? Na nézzük. Szia, Shaw! Adjál békén, hülye. Mert akkor menjünk vissza. Csak azt nem értem, hogy űrruhában vagyok, és mégis szétgyakta a tűrőmet a tudsz. The fuck is going on here, gyerekek? Most tényleg. You know what? Ezért van a fast travel. Mindenben lehet fast travelzni. Egyébként nem is értem. Tehát, hát jó. We're in one piece. I'll call that a win. Let's get back to the lodge. Menjünk vissza. FPS. Mi a bánat van itt, gyerekek? Na jó, szálljunk vissza. Dad, have you ever tried Aurora? Not in a long time, sweetheart. Not since... What was it like? Terrible. Stay away from that stuff. Nem visszajöttem gyorsan közben, és még egy picit jártunk közel DLS-re dologgal, mert engem ez borzalmasan idegesít. És figyeltek, itt most már valahogy más... Aha, más izéről. Más felbontásról upscale-ezik. Na jó, menjünk tovább. Nem vagyok elégedett, de menjünk tovább. Az ott pedig micsoda? Star Map. Hova megyünk? Jó.
Missions. Set course. Menjünk vissza Jamisonra. Kérem az FPS-eimet. Ha jól megérzem, hát ez FPS-eimet. Te. Ezt tök furom, a streamert kipróbáltam, és itt volt ilyen 45-48 FPS-em. Sem 30, meg ilyenek. Gyerekek. Not happy, not happy, not happy. I hope you aren't satisfied with the quarters available to you. Mit építenek? Az artefaktet építjük. We could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Water panikol. A bombát építünk esetleg. Nem. Nem hiszem. Why would either of those things give the Discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clue. Reméljük. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime. But you let me know if you ever want to team up again. Jó, oh, most már Sam Coonnak a képzőségét is látjuk. Work as a team. That's not a pilóta. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. Catch you later, Sam. You know where to find us. Jó. Skill point. Super. Super. Sounds good. Sounds good. Az FPS-eket pedig ne számoljuk. Most nem törődök ezzel, mert inkább utána. Viszont a skill pontok azok kimondottan érdekelnek. Na nézzük. Igen, meg mondjuk egy picit kéne mondjuk gyógyulni is. Nézzük. Persuasion. Azt mondja, hogy... Na, lehet upgrade-elni, az jó. Commerce-e még gyúrni kell, gasztronómia az nagyon nem érdekel, scavenging. Not bad. Hát, hogy gyűjtünk pénzt és lopás, az most annyira nem érdekel úgy szintén. Nézzük, hátra vannak valami izgalmasabbak. Na mindegy. Weightlifting. Ez nem rossz egyébként, de most még nem kell stealth. No, az nem rossz. Sneak attack damage-elnek a hangdombítós vagyok, ez tök jó. Fitness. Mondjuk ez nem lenne rossz. Boxing. Tök jó. Akkor bunyózhatok is. Nem érzem egyelőre az átütő mindenfélét. Viszont ez tök jó. Azt mondja, hogy medpack, trauma pack és emergency kitek jobban gyógyítanak, ami nem rossz. Ami nem rossz. Azt mondja, hogy 20 itemet használok. Jó. És a 4-es rang az, amikor aztán úgy még affliction-t is tudjuk gyógyítani. Szuper. Viszont ha már szóba került a dolog, akkor nekem lehet látni, hogy van egy kis problémám, még pedig az, hogy kicsit úgy a tüdőcském az úgy nem az igazi. Úgyhogy mi lenne, hogyha meggyógyítanánk magunkat. Mi lenne, ha lenne valami, amit tudom magunkat gyógyítani, de nincs egyelőre. Látjátok, hogy a health alatt van egy ilyen sárga háromszög. Na most, hogyha itt, ezeknél, ott látjátok a treatmentnél azt a sárga háromszöget, amit sehol nem látok éppen, akkor ez tök jó lenne. De nem jó. Úgyhogy valahol venni kell egy valami cuccot, amit tud gyógyulni, mert ha jól tudom, ez a tüdősérülés, ami nekem most van, ez így nem jó. Jó, vegyük le azért ezért a... magát a sisakot is. Arra sincsen szükség igazság szerint. És igazából
sok torpedóra sincsen szükség. Ja. Itt most jól érzem magam így. Nézzünk egy jó ízű mission-t. Ezt... Ez ugye az a mission, hogy ugye segítettünk személyeknél kiűzni a bankrablókat, és akkor most az van, hogy jó, akkor most legyünk mi a sheriff helyettesek. Hát nem kösz, nein danke. Charity Home Golf, Amira Wolf, jó, nem érdekes, Inturiano, Vladimir. Szóval most mit csináljunk? Vajon keressük meg a Beretet, vagy keressük meg Andrejzsát? Kérdésenek Andreának mondtam, mert hogy spanyolosan van írva, de lehet, hogy orosz. Na jó, én Beretet annyira nem csípem meg, hanem őszintén, majd meg kell menteni úgyis, de menjünk most inkább Inturianóba. Na nézzük. Nézzük Nesoit. Oké, set course. Hát, ha találunk valamit. Oh, fuck. Igen. Egy gyógyítás nem lett volna rossz. Egy űrállomás. Nézzük, mi van egy ilyen űrállomáson. Elűrállomás. The Almageist. Szuper. Na ez az. Láttad a picit berezzonált a képernyő, meg köhögök. Na ez az, hogy a tüdőm az nem az igazi. Nézzünk egy picit, pumpáljuk meg az engine-t. És dokkoljunk ezen az állomáson. Whatever it is. Dokkoljunk. Dokkoljunk az Almageisten. Akkor... Hát, szálljunk is egy gyorsan. Kicsit hülyen gizlen nekem, ez a sok levágás annyira nem tetszik. Na nézzük, ez micsoda hely. Ja, fegyót azt mondjuk. Wow. Ez az aranyszín nekem nem jön be. Sőt, konkrétan nincsen gravitáció. Oh shit. Ez de jó pofán néz ki. Grand Cruz Space Helmet. Baromi jók ezek a ruhák. Na jó, maradjunk a Constellation-nél egyelőre. És lehet, hogy fegyót váltanék, mert ez tök jó. De 3 lövésem van. Grendel? Esetleg egy Rattler? Tizenhetes sebzünk vele. Ez nem rossz azért. Equinox Asset, fejtős. Tombstone. Ez tetszik. Legalábbis jól néz ki. Mögöttem is. De nem ár. Ugye, hogy nem? Sajt? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 6, 7. Szia, Spacer! Hello, bro! Hello, bro! Nice. Shite. Na én most előveszem ezt a témát, mert gyerekek. Töltsük bele ezt a három izét. Ezt a három gránát ezek be. Jó.
kérdés. Ez egy kemény fegyver azért. Hát menjünk vissza őre. Hamar el fog fogni egyébként a munícióm így. Jesus! Most viszont gyógyuljunk, mert különben bajok lesznek itt. Úgyhogy meghalunk. Szerintem ezt a hártat, ezt most belövöm itt, és gyógyuljunk. Tak jó. A running bar... most már... Ó, Isten. Szia. Aztán ide valakinél medkit nincsen? Navigator pack... nagyon jó. Hát nem tudom, jó, de... med pack. Nem futok én csak lebegek. És egyelőre nincs több ellenfél. Na, félek, ez addig fog tartani, ameddig ide lereplők szépen. Ugye? Mondtam. Milyen hely ez? Szia, pészerek! Zsüpp! Akkor most éppen följöttek ide hozzám. Egy. Na, érkeznek a srácok itt azért. Hát urak, hölgyek, Zero G Combat. Ilyen se volt még őszintén szólva. Na? Valaki? Somebody? Az a baj, hogy van-e még? Sokan. Szóval tudnék, hogy lesz itt még azért shotgun lőszer is. Nem kell a grandel, köszönöm. Az a kék ott micsoda? Úgy tűnik sokat ér színre. Hehe. És az a kemény, hogy konkrétan a fegyver visszarúg, és elkezdek repülni ennek köszönhetően. Szia, szia, Spacer. Ő a francba. Még mínusz egy. Ezek a kerregések tisztán élénes történetek. Oh, köszi. What is this? Sparkling water, ez nem rossz. Kis ásemvíz előtt blítjük le. Tidem, ez meg mi az őrült? Ja, értem. Ez klasszikusan egy hotel volt. Aha, értem. És ez itt a recepció. És azért van aranyból minden. Jó, rendben. Megértettem. És van medpack, jó. Spagetti, kis körte. Synapse alfa, hát ez most nekem annyira nem kell, de... De jó lenne valami szucca, ami meggyógyítja a tüdőszarokat.
most dokkolt valami? Nem lennék boldog. Ez meg mi? Valami baromira pittyeg. Itt pittyeg valami? Itt a 3D hanghatások azért nem az igaziak, őszintén szólva. Holó kivetítő. Szerintem. Legalábbis úgy néz ki. Kap. Hát igen, nem vagyok túl jól. Nem itt pittyeg. Most előről hallom, szemből. Most meg mögülem hallom. Hogyha ez pittyegne, vagy valami. Hát azért én itt hiányolok egy-két beállítást, hogy 3D akármicsoda, vagy nem tudom. No. Hát akkor azt nem fogja megtudni. Az van. Sajt! Gratulál, bro. Szerintem nem jártál jó. De hát, your choice, nem érlődtem rád. Először. Ugye? Na, menjünk. Itt. Tete. Nem tudom, mi történik ott. Meg egyetlen milyen hely ez? Most tényleg. Ilyen ablakok, hogy mi ez? Meg rúttáncol mindenki, vagy mi van? Kis tasek? Üres. Fiók, üres. Kis összetört szomó. Kafé. Bizony. Fellevünk itt a lobbyba. Megnézzük, mi van a felső szinteken. Aztán szerintem itt nincs sok látnivaló ezen túl. System error. Még azt sem tudom, ez milyen szisztem egyelőre. Hú, hogy még itt nincs semmi látnivaló. Oh boy. Aha, tehát akkor elvileg itt van egy cső. Valahol. Mivel lehet jutni oda a túloldalra. Aha, itt voltam, itt van egy system error. Emergency, mi volt az emergency dolga? This is not a drill. Hát... valamitől itt 0G van hirtelen. Pitty is van megint csak. Nézzük, esetleg ez egy ajtó? Nem. Ez nem egy ajtó. De akkor hogy a bánatba lehet átmenni többi szárnyba? Ez akár még egy bank is lehetne egyébként. Mintha trezorok lennének, vagy... Á, nem tudom. A szkennert vegyük elő talán, és akkor lehet, hogy... Ez itt dekorációs elem. Mondasz, hogy tényleg nincsen semmi. Főfedeztünk, de mit és minek? Tő almagezd, jó. Coachman, ilyen ember van. Hát jó.
pénzszer, töltöm, és sem marad belőle. Hászed, mi lord, hászed. Csalódottam. Lép ki minden vacakon megpakolva, visszarepülünk a hajóba. What can I do? Viszont bepakolok minden cuccot itt a tárolóhelyiségben. Nem helyiségben a... Jó... Navigációs konzol nem izgalmas. Ez a slozi. Éreztem. Ja. Őruhába slozi nyilván. Nyilván őruhába ölünk be a sloziba. Nyilván. Next smile. De most... Itt elvileg hát csak van valami sztoris, könyörgöm, de most tényleg... Tök jól néz ki ez a ajtó is. Na jó. Jump seat. Mi nem ugrunk sehova. Jó, hát akkor... Nézd meg, hova lehet menni. És jó lenne, hogyha valami élet is lenne azon a bolygón, ahol... Ahová tudunk menni innen, mert akkor esetleg az összes cuccat, amit összelapátoltam magamnak, és egyébként bármire nincsen szükségem, azt mind jól eladhatnám. It's gonna be so good. Na. Forgottam meg graveyard. Meg. Science Outpost. Engem ez most itt jobban érdekel, meg kell mondjam őszintén. Csak azért is, mert tényleg hátul van egy ember, aki megveszi ezt a sok szart. És akkor legalább nem lennék overencumbert, ha már más esetleg nem is tudok kihozni belőle. Gyönyörű landolás. Növényzet. Very good. Akkor van növényzet is, tök jó. Nézzük. Tehát itt egy Science Outpost. Outpost, bocsánat. Uránium. Akkor sugározni fogunk az aramtól, gyerekek. Scan. Jó. Te barlang. Itt egy Science Outpost, igen, ezért jöttünk. Hát, ha van itt élő ember. Gravitáció? Hát igazából normális. Meg most nem örülök. Mert hogy annyira overencumber vagyok, mint az állat. 177. Oh, Jesus. Ja. Hát akkor sétálunk. Sétálunk. Kb. Ennyi lesz. Megkölgünk. Na igen, gyógyszer kéne. Szia, állatok! Herding Gekon Razor. Grazer, bocsánat. Nem biztos, hogy mi barátok leszünk, de... Próbálkozunk. Ó, Iridium. Fine. Még Iridium. Jó. Nézzük meg a növényzetet is. Azt mondja, hogy... Tantalo. Jó. Spitting Pokeweed. De most ez Spitting, úgyhogy én ez annyira közel nem akarok menni. Jó. Nézzük, mit érdemes itt még szkennelni. Még egy Jacked Heart Leaf. Jó. Kap, bizony. A dohányzás. Sutty. Na, kezdve bekómálni. Ó, bocsánat. Nem bekómálok, hanem nincs oxigénem. De amúgy itt van oxigén? Jut eszembe. 21% oxigén. Na most ugye, hát... dinitrogén oxid, ugye?
Ez arany ez annyira nem kafa. Viszont az idő jó. Megnézzük, hogy itt az emberek hordanak-e ruhát, vagy nem. Aztán nem ruha hordanak, akkor én is leveszem, mert ugye az oxigén az mégsem fogy annyira. Nem is futok. Csak sétálok. Viszont valaki valamit füstöl. Szerintem itt van oxigén elég. Jó, spitting pokeweed. Spitting pokeweed. Jacked heartleaf. Jó. Lehet, hogy így egy, még egy flóra egy elemét is meg fogom tudni. A telefont fogja rendesen szkennelni. Ott egy robot. És itt vannak emberek. Ruha nélkül. Akkor mi is levesszük. Levesszük. Ó, nagyon jó. Tök jó. Ezek ilyen olcsó cuccok. De mondjuk ez fura. Én nem érzem azt, hogy mondjuk ez annyival jobb lenne, mint ez, hogy ilyen sokba kerüljön, de nem baj. Legyen az én bajom. Shop space suit. Ó, az is rossz. De mondjuk ez nem rossz. Hello, Moto. Botanikus. Szia, botanikus. Szia. Being out in the field sure beats working on my thesis paper. I wasn't expecting to see anyone else out here. I'm glad you stopped by. Szia. We are analyzing the composition of the vapor arising from gas vents. Akkor biztos van valami tektüdőre is. I know, right? Kornok. But really, it's a little inconvenience for science. Mm-hmm. És ugye én professzor vagyok egyébként, úgyhogy engem ez még fluffos és érdekel is. De mit kell csinálni? Na nézzük. Vapor analysis. Why not? Set course. Hát nincs jó, mert itt vagyok, ugye? Wow! Aha, tehát itt lehet még valami. Itt vas van. Uránium, víz. Víz és uránium. Jeez. Jó, hát akkor nézzük meg ezt a gázszenzoros ügyet. Jó, nem erre kell, nem akarom ezt nézni. Na, megyünk. Viszont van itt egy ember, aki árul. Advesz, bármi ilyesmi. Esetleg egy orvos, aki mondjuk meggyógyít. Hú, nem lopunk innen, nem lopunk már. Tudományos helyről nem lopunk. Na nézzük. De tényleg most itt... Az előbb még itt járkáltak emberek, és sokan. És hova tűntek? Én mit csak fuldoklom békében. Kreditek, ah, nem lopok krediteket. Ez itt meg mi? Ja. Jó, azt felfogtam, hogy légzsülék, de... Na most bent vagyunk a Science Outpostba. Science Outpostba, jó. Itt növények vannak, és kísérletezünk növényekkel, mert nem mi, hanem az itt lévő csapat. Fűrészben volt ilyen cucc utoljára, nem? Na jó, nem baj. Ezekhez még tisztelettel nem értünk. Nem növényológus vagyok elvégre. Úgyhogy menjünk is szépen vissza ki. Jó. Légzsilik 1. Légzsilik 2. És még arra, hogy kincs, hogy van itt ezeken a bolygókon, amúgy mikor lesz nappal. Mert még az lehet, hogy sokat segítene. Hú, szia robot! Tök jó. Ennek örülök. Akkor te vagy itt. Te egy másik ember vagy. Segítsünk nekik researchogni. Nem, sajnos nem.
kéne egy DNS szekvenciára. Well, in that case, you should check the mission board. It'll have the details you need. Mit csináltok ti itt? Scouting. United Colonies. Ez jó, mert én is United Colonies polgár vagyok egyébként. Úgyhogy eddig úgy tűnik, hogy ez egész jó hely. Jó. Okay. Azt akarják megtudni, hogy az emberek számára lakható helye. Eddig nekem úgy tűnik egyébként. Mondjuk itt elég sok az uránium, meg ezek hát nem annyira kafa, de valami. Még egy ember? Hát akarok itt menni, mert beszélni akarok vele. Istenem! Jó, akkor nem ott, hanem csak simán elsétálok erre. Mondd, hogy te adsz és veszel, Léci. Hála jó Istennek. Jó, igen. Nézzük. Weapons, azt mondja, hogy Assassin's Master. Ezt eladjuk. Két kócs van. Talán nem kell. Ez jó. Grendel, Grendel. Van egy jobb Grendelem? Nem, Equinoxból van sok. Kva? Igen. Eladom, persze. Jó. Razorback. Ez nem rossz egyébként, hozzáteszem. Tombstone. Na, ez viszont kimondottan tetszett. Egy retlor, ez kimehet. Razorback. Nem is rossz. Ez mondjuk kimehet. Sidestar. Ennek megint más a muníció. Mert ez 27-es perc, ez meg 7 és feles. Jó. Jó. Hát az, hogy el kell adnom cuccokat, mert egyszerűen mi az, amit még 12 roundot? Semmi. Ja, nagyon jó. Még egy tombstone. Hát, és ebből van 4. Jó. Akkor ezt minden 4-et eladtuk. Jó, és már van is helye. Hát nem sok. Úgyhogy itt azért eladni a... ezeket is. Ja, menjen. Sisakokból gyűjtöttem jó párat. Az ablatív, ez jól néz ki. Ez is tök jól néz ki. De feelinges ilyen. Kis arany színű zoomó. De nem baj. Menjen ki, mert menjen ki. Jó. Ez mindig nem az igazi. Ez kimehet. Jesus. Kicsit extrém, de nem baj, menjen ő is ki. Öregszitek, ezek aranyosak, de hát most... Ez a hegesztő sapka. Epic. Csak nem kell. Jó. Packből van 4. Constellation a legjobb. Deep Space Recon. Nem győzött meg. Kalibrált. Na. És már a kövészképpontból fejleszthetem is a commerce-t. Megérte? Ja, viszont vennem kéne valami cuccokat, amit gyógyíthatom magam, mert... nagyon jó. Valami tüdőre van. Mondta, hogy van valami tüdőre, és nincs neki semmi tüdőre. Oh, Jesus. Nincs neki semmije. Jó. Ezeket inkább megvesszük. Ezeket meg minek. Inkább legyen nálam cucc, ami kezel bizonyos problémákat, mert addiction ez nem annyira érint engem, maradjunk ennyiben. Én egy józan professzor vagyok ugyanis. Ez nem rossz. 22,000 XP. Why not?
Xenoburst. Hibátlan. De mondjuk ez ennyire nem kell azért csak bevásárolgatni mindent, ami van. Nézzük milyen cucca. Ja, amit én adtam el neki, mi? Az bizony, pekkek. Igen. Igen, amit én adtam el neki. Bizony. Rescue-esk. Ex-esk. Hogyne? Mi más? Most sajnos nem tudtunk ebből sokat, na de mindegy. A csetet viszont rejtem, most nem igazán beszélgetünk. És még mindig baj van a tüdőmmel. Na mindegy, menjünk, melózzunk. Szóklád. Te! Sorry, I don't speak good English. I learned it from a book. Szkenneltük, jó? Akkor megnézzük, hogy... távolság. Hello, Pikula, gyerekek, ne ügyeskedjetek már. Jó, hát akkor addig megyünk. Kaf. Jó, igen. Szia. Azért én nem megyek olyan nagyon közel hozzád, Bástya, mert nem tűnsz jó arcnak, maradjunk annyiből. Jó, mindjárt leteszünk, nyugi. 50%, szuper. És itt most mit kell csinálnom? Jövjázt. Toxigázt. Wow. Egyszer. Kétszer. Az én tüdőnek mennyire mindegy. Jó. Akkor szkenner. Te már szkennerve vagy? Te még nem. Spanyai sincsenek szkennelve, de egyelőre úgy tűnik, hogyha nem kötök beléd, akkor nem bánt az. Ezt értékelem. Na, szóval. Oh, fuck. Oh. Az optimizmusom elsietett volt. Hát a penicillin viszont jó, hogyha kölgök közben. Ez jó. Synapse alfa, részes bajtek most azok abszolút nem érdekelnek, viszont az érdekelne, hogy még egy dolog. Most vajon? Most jó, én azért busztolunk, úgyhogy sziasztok! Hey! Hol a busztom? A busztba már. Ezért kellett. Szerencsétlen állat. Mindegy. Nem jön erre senki, ugye? Ott egy szélerőmű. Jó. Beszéljünk ezzel a botanikus hölgyel, hogy... Azért lesz neki bajt még az állatokkal. Nem, csak nem mérgezett semmi, igaz, nem volt, nem érdekes tényleg, mert rutinból. Mert? Ja. Hát én elhiszem, mivel én hoztam őket ide. Sorry. This certainly beats teaching seminars. You don't get views this nice in university classrooms. Hát valóban nem. Tipikus egy botanikus, hogy előkapja a kis gépítjét, aztán ott szóljon.
Mondjuk, hogy fura egyébként, hogy tudományos expedícióra beszélgetünk, és egy falat katona nincs, aki mondjuk életben tartja itt az embereket, de hát nem baj. Jó. Na most jött akkor az ideje annak, hogy... forgottam meg graveyard. Ne. Nézzük inkább meg a missionöket. Aztán keresünk meg Andrezsát. Into the unknown. Itt van egy artifakt. Figyelj. Szóljon. Akkor most átmegyünk a forgottam meg graveyardba, és megpróbáljuk megpróbálni ezt az artifaktot. Szerintem ez lesz most a mai napnak a zárása. Homokvihar, akkor öltözzünk be rendesen. Helmet. Ja, első kanyarban sok true space útot fölvesszük. Nagy jó svájfolt sityakot is föltolunk mellé. Constellation pack. Hát értem én, hogy boost pack. Nekem ez akkor is jobban tetszik. Mert ugye a franc se tudja, mi lesz itt. 180 méter. 600 méterre pedig van egy ismeretlen valami. Jól van. Hát miért lennének itt is ellenségek, de most tényleg teljesen őszintén komolyan. Kifogyok, mi? Kérlek, mondd, hogy kifogyok. És most hátha. Poor air quality, nem mondod. Jól van. Szerintem azért ment, hogy szóljon a varoknak. Fuck! Szia! Nem rossz. Valakik leszálltak? Ó, de örülök nektek, gyerekeim, tényleg. Amíg összik, hogy erre vagyok, addig jó. Holy moly! Itten ezek dinoszauruszok. Szerintetek el tudok settenkedni mellettük? Nekem vannak kétségeim. Hello! Nem vagyok itt. Na most, ha jól sejtem, akkor most van az, hogy sikerült összereszteni a dinoszauruszokat. Ezekkel a spacerekkel, és akkor itt talán lehet, hogy sikerült elvonni a figyelmüket.
mondom, hogy amúgy nem akarok benneteket bántani, de hogyha leköpködtök, akkor foglak. Nem tudom, mit csinálni, gyerekek. Grendel az van, az jó. Lawgiver. Igen. Tényleg szórakozok egy pisztolyjal. Csináljuk azt, hogy benyomunk egy hártot, meggyógyjuk magunkat, és szépen lerohanunk oda. Hát az ide úgy jönnek utánam. Ebben a barlangokba. Ugyanis itt hát ugye mi van? Semmi van, itt artifakt van, aztán kész. Wow. Hát gyerekek. Szia. Ugye az van, hogyha nem a páncélját lövöm, akkor talán meg is tudom sebezni. Kapsz egy gránátot aztán. Pedig nem élvezett megölni a helyi flórát és faunát. Bármennyire is annak tűnik. Távolság. 28. És ezért a 28 méterekkel nekem itt kinyírni a félvilágot. Membrán és genetikai izé. Set. Fuck. Settenkedést abba hagytuk, futunk és lövünk. Esetleg nem tudunk beülni ebbe, hogy a fegyóit használjuk, hogy valami. Nem úgy. Én a gyökér. Kérlek uram, mondd, hogy nincsenek többen. Mert nem élvezett itt a tényleg a fél állatvilág kiírtása csak azért. Csak azért. Na hát akkor. És meg mindig vannak, ezt nem hiszem el. Na jó. Zéta. Előveszünk egy jó kis kézifegyvert. Lebökjük az artifaktot. Szkennék vele. Wow. Calumite. Jó van gyerekek, akkor Calumite. És kapjuk föl. Szívunk egy jót. Egészségünkre. Nem lehet mondani, hogy ilyenkor megvan az artifakt, akkor így láthatatlanok leszünk egy percre, mondjuk. Egy percre, tényleg nem többre. Ezt nem kell kinyírni az állatokat, nem tudok innen kijutni.
iszkolás üzemmód. Kis iszkolás. Jól van. Drilling rig. Én megkívja, tehát elvileg ez rengeteg sok cuccot kéne találnom. Valahol, valahogy. De nincs. Húztó nem tudom. Nem. Ja, nincs nekem arra dolgom tulajdonképpen. Ezt már szkenneltem, ahova akarom. Iridium. Öt megtaláltam iridium. Jó, nincsen semmi. Megint iridium. Ó, és egy kalóz. Na, nálad mi van? Stuckinek hív, jó. Megmondjuk ezt az aknát azért. Fölvesszük. Didam. És ugye az a kellemetlen helyzet, hogy ott kint kettő darab ilyen monster vár. Úgyhogy eltesszük a szkennert és levesszük a fegyvert. Megyek. Megyek kis gyerekek, nem kell ellenségeskedni folyamatosan. Hülyék. És hirtelen úgy lett nappalból éjszaka. Ekkora homokvihar van. Seems like it. Mi ez a pittyekér? Pitt. Ja, hogy ez valami sugárzás is kaptam még. De boldog vagyok, srácok, most komolyan. Ja, hajómat láttam. Ez nem rossz dolog legalább. Oh boy. Igen. Látni éppént jobb oldaltal, hogy az életterem az már így kezd fogyni alapból. What is this? Nincs benne semmi. Synapse alfa. Jó, hát most. Menjünk innen. Jól van. No. Ennyit mára. Sikerült szereznünk 2 vagy 3 artefaktot is. Úgyhogy nem igazából csak 2. Itt van nálam még egy. Keressük Andrest. Voltunk egy fura ilyen kis űrmotelban, be igazából már űr semmi, csak spacerek voltak, úgyhogy... Úgyhogy holnap folytatjuk. Szeretettel várok mindenkit. Remélem. Ma is jól szórakoztatok, ne felejtsetek elkövetni Twitch-en, meg feliratkozni YouTube-on. Ez a gameplay, ha minden igaz, akkor holnap délután a föl is kerül. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést!